Sziasztok, Molnár Péter vagyok, üdvözöllek titeket innen a Jim Beam központból. A Fitness Akadémia kereteiben mai nap arról szeretnék beszélni, hogy a kreatin, mint táplálékkiegészítő, hogyan segítheti az életünket, sportolók életét. Először is tudnotok kell, hogy a kreatin ez egy természetes anyag, megtalálható húsfélékben is, tehát nem kell félni tőle, hogyha otthon a család kiakad, hogy miért fogyasztasz ilyen táplálékkiegészítőt, akkor elmondhatod, hogy ez a tojásban, a marhában, halfélékben ugyanúgy megtalálható, kisebb mennyiségben. Viszont mi nagyobb mennyiségben használjuk, mivel nehéz atléták vagyunk, illetve más sportolók is nyugodtan használhatják. Miben segít nekünk a kreatin? Ez egy olyan táplálékkiegészítő, ami a teljesítményünket, az izomerőnket javítja. Némileg vizet köt meg, ez megrémítheti a hölgyeket, hogy nem akarnak ugye 1-2 kilóval nehezebbek lenni vizes formában, de azt tudnotok kell, hogy ez izomsejteken belüli vízgyarapodást okoz, ami pedig ugye katalizálja az energia felhasználó mechanizmusokat, segíti az ATP szintézist, tehát erősebb leszel, nagyobb teljesítményre leszel képes edzés közben. Az egy közvetett hatás, hogy vizesedsz, úgy érzed, de ez nem fog problémát okozni a külsődben, illetve ha úgy érzed, hogy okoz, akkor is tudnod kell, hogy a vízházhatást könnyen helyreállítható, tehát egy diéta alatt is az a kötelességünk, hogy a zsír mennyiséget csökkentsük elsősorban, és a diéta vége felé, akár egy versenyre lehet egy kicsit a vízházhatást is rendezni. Viszont segíti a diétánkat, ugye azzal, hogy nagyobb teljesítményre vagy képes edzés közben, mellékhatása az, hogy az anyagcserénk ugye gyorsabb lesz, nagyobb lesz a fehérjeszintézisünk, nagyobb energiamennyiséget használunk föl, és így veszítünk a közvetve a testzsír százalékunkból. Én ezért javaslom amúgy diéta mellé is, akár hölgyeknek is. Szerintem az egyik legjobb kiegészítője a fiatalságnak, árban is elérhető. Miben változott a kreatin monohidráta a kezdetektől? Ugye hallottunk ilyen feltöltő fázist, ilyen loading periódust, ami úgy nézett ki az, annak idején, hogy akár naponta 20-30 g-ot fogyasztottak egy-két hétig, és utána szinten tartottak, majd kúraszerűen ez mondjuk tartott egy 6-8 hétig, és utána 6-8 hétig pihentették ezt. Sokban megváltozott ez az elv, ez a monohidrátra volt jellemző. Ugye most már olyan új kreatin típusok jöttek, fejlesztés alatt kikerültek, melyek ugyanúgy a monohidrátból készülnek, de sokkal testbarátabb, sokkal pH azonosabb kreatinok, ezért kisebb mennyiség is elég belőlük, hogy ugyanazt a hatást elérjétek, és nem szükséges semmilyen loading period, stb. Tehát folyamatosan fogyaszthatóak. Nagyon sok edzés előttiben megtalálható, illetve van nekünk is egy olyan termékünk, ez a Crea 7-in, ez 7 típusú kreatin tartalmaz, ugyanúgy megtalálható benne a monohidrát is, új formátumban, illetve van kreatinfoszfát. Régen cégek kísérleteztek azzal, hogy kreatinfoszfátot adtak el, ugyanúgy, mint a monohidrátot, tehát ízesítetlenül nagy mennyiségű kreatin tartalommal, foszfát tartalommal, ami azért nem volt olyan sikeres, mert ugye foszfor volt már eleve hozzáadva, ugye így módosul a kreatin monohidrát, hogy fölvesz egy foszfort, és ugye itt már hozzá volt adva a foszfát, ami okosnak hangzik első körbe, viszont ugye a foszfor az egy nemesfém, könnyű foszformérgezést kapni, úgyhogy ezt inkább elvetették, kis mennyiségben megtalálható azért termékekben. A trikreatin malát nekem, ami a kedvenc. A trikreatin malátról azt kell tudnotok, hogy borzasztó rossz íze van, ezért kis mennyiségben is tartom, az is kevesebb is elég belőle, hogy ugyanazt a hatást érjétek el. Ebben a készítményben még van dextróz, maltodextrin, fruktóz, különböző felszívódású szénhidrátok. A szénhidrátok segítik a kreatin felszívódását, ezért szokták kreatin tartalmú termékekben tartani. De ha esetleg diák vagy, és szeretnél egy kicsit spórolni, akkor nyugodtan vehetsz magadnak olyan kreatin készítményt, amely ízesítetlen, színezetlen, csak mondjuk egy monohidrát, és akkor te hozzá keverhetsz magadnak a felsoroltak közül, felsorolt szénhidrátok közül megfelelő mennyiséget. Citrullin malát és ginzeng is található ebbe a termékben. Kreatint régen ugye a loading period miatt így egész nap fogyasztották,
úgy vélték, hogy ugye, amikor feltöltődik a szervezet, akkor már csak szinten kell tartani, és meghozza az eredményt. Most már ugye ezek az új kreatin tartalmú készítmények sokkal gyorsabban távoznak is a szervezetből, ezért edzés előtt szokták használni, és akár már az edzés bekövetkeztekor megjön az eredmény. Azt javasolnám fiataloknak, mindenféleképpen javasolnám, hogyha úgy érzik, hogy van egy ilyen kis megtorpanás, tehát így a fejlődésük egy kicsit is stagnáló állapotba került, semmiféleképpen nem a kezdőknek, mivel a kezdők még nem jutottak el a genetikai határaikhoz, és folyamatos fejlődésben vannak, de körülbelül egy fél év után érzitek majd azt, hogy a megfelelő mennyiségű étel fölé mentek, akkor az már nem biztos, hogy pozitív hatással fog bírni, tehát fájni fog a hasatok, felfújottok, és még egy effektív negatív visszacsatolás következik be, mert a szervezetetek még nem áll készen arra, hogy feldolgozzatok ilyen mennyiségű élelmiszert, illetve a súlyokban is eljuttok azokra a kritikus határokra, ahol már nem stabilan tudjátok végrehajtani a gyakorlatokat, ekkor nyugodtan hozzányúlhattok egy ilyen kreatin tartalmú készítményhez. Ezzel, mint egy előre hozva a saját fejlődéseteket, túl fog kompenzálni a szervezet, és még egyszer meg tudtok indulni. Veszélyességi faktor. Van egy ilyen, hogy kreatin mérgezés, de ez általában időskorban, illetve ha nagyon nagy mennyiségű kreatint fogyasztasz, akkor természetesen ezt is túl lehet adagolni, de a megfelelő mennyiségeket betartva biztos lehet benne, hogy a legjobb hatást fog elérni nálad is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, ha tetszett a videó, jelentkezzetek fel az oldalunkra, ha pedig egyéb kérdésetek merülne föl, akkor nyugodtan kommentbe a videó alá jelezzétek. Ide klikkelve meg tudjátok nézni, hogy van-e vízkötő hatása a kreatinnek, mellette az, hogy mikor fogyasszuk, itt lent az, hogy miben oldódik, és itt pedig az, hogy feltöltő fázis szükséges-e. Sziasztok!